Köszöntök szépen mindenkit ünnepi műsorunkon, melyet 1956. október 23-a tiszteletére tartunk számotokra. Történelmi megemlékezést hallhatunk Apáthy Sándor tanárútól. Verset és prózát fogunk hallani a következő tanulóktól: Dudás Ábel, Balog Attila, Benkei Zsófia, Asztalos Dániel, Fábián Kamilla, Gebri Vivien, Kazinci Blanka, Kovács Inez, Rácsai Lara, Gábor Ferenc, Juhász Gréta Lili, Kovács Dávid, Lórent Liliana, Szabó Lili, Gergely Kiara, Mózsa Leila és Szabó Mercedes Amina felső osztályos tanulóktól. A gyerekeket felkészítették Csurka Éva, Lengyel Mónika, Miskiné Molnár Ibolya, Budicska Csabáné és Vargáné Torma Lívia magyar szakos tanárnéni. Az énekkar is készült egy énekkel, melyet Asztalos Tiszű Cserina karvezető tanította be. Résztvevők az 5. Z, 6. Z, 7. Z és 8. A osztály tanulói. Zongorán kíséri őket Dobosné Szűk Beáta. Tekintsétek meg a műsor végén a kiállítást és a háttérdíszletet is nagy szívvel készítettünk számotokra a 6. évfolyam osztályfőnökei, valamint Zámbori Katalin tanárnő. A himnuszt és a szózatot kíséri nekünk zongorán Orosz Valéria tanárnő. A hangosításban segít nekünk Falcsik József és Pásztor Zoltán. Kérem, ünnepségünk kezdetén énekeljük el a himnuszt. Budapesti egyetemista diákok békés tüntetést szerveztek.
Petőfi szobornájuk rendeztek. Felolvasták követeléseiket, amelyeket 16 pontban foglaltak össze. Innen a Bentére vonultak. Itt ekkor már 100 000-en is voltak, akik együtt énekelték a szózatot. Az emberek szabadságot és jobb életet követeltek. A téren kivágták az akkori nemzeti zászlónkból a gyűlölt vörös csillagos címet. Ez a lyukas zászló lett a forradalom jelképe. A tömeg egyhangúan Manyiklit választotta vezetőjének. A békésnek induló tüntetés azonban tragédiával végződött. A hatalmon lévő kormány utasítására fegyveresek támadták meg a békés tömeget, a tüntető emberekre lőttek, a környező házak tetejéről. Sokan életüket vesztettek. Fegyveres harc kezdődött a pesti utcákon, és a tüntetőkre sortüzeket adtak le a nagyobb vidéki településeken is. November 4-én szovjet katonák érkeztek Magyarországra. Tankjaikkal vérbe folytották a forradalmat. A szabadságharc megbukott. Emberek százait végezték ki, ezreket zártak börtönbe, kínoztak halálra. Több százezer ember menekült külföldre a megtorlás előtt. A szovjet csapatok ezután 1989-ig megszállás alatt tartották hazánkat. 1989. október 23-án a zsarnoki rendszer megbukott. Ekkor kiáltották ki a Magyar Köztársaságot. Hazánk függetlenné vált. Emlékezzünk tisztelettel az 1956-os forradalom bátor hőseinek, akik életüket adták a mi szebb jövőnkért. Évek suhannak, századok szállnak, tova tűntek nap üzenomának. Előttünk jártak, ma rég célhoz értek, hitvalló ősök emléke ébred. Most eljött számukra az emlékezés napja, mikor szárba szökkent hősök áldozatja. Sírrékon fényes, piros lángok égnek, melyek hőstettekről és pesti srácokról legendát regélnek. És hála a kegyelem örök istenének, hogy a fénylő gyertyák már szabadon ég. Mindannyiunk számára szentencia, a bátor kiállás, a jónak, a nemesnek, az igazságosnak a hirdetése. Hányan megtették ezt már évszázadok, évezredek, az emberi társadalmak létezése óta? Hány jeles vagy jeltelen síremlék őrzi az emlékét a szabadság hirdetőjének? Nekünk is, mai fiataloknak, ismernünk el nagy elődeink példáját. Felmerül a kérdés, van-e értelme? Van-e értelme annyi vért kiontani, feláldozni annyi fiatal életet? Nem túl nagy áldozat ez egy szóért, amit úgy hívnak szabadság. Vajon, ha én kerülnék hasonló helyzetbe, megtenném-e? Vajon, ha mi csinálnánk forradalmat, feláldoznánk-e az életünket az ügyért? Vajon lenne-e bátorságunk ahhoz, hogy hősök legyünk? Riad a föld, a falak törnek, kék harsonákkal zeng az ég.
és barlangjával a dohos kőnek az ember újra fényre lép. Fonnyadt testünket záporozza, sempadt arcunkra hull a nap, s szédülten, szinte tántorogva, szabadság, szívjük sugarod. Sötétből tárul ki a szívünk, nyíló virág a föld felett, a szolgasságból fény derítünk, fegyver nélkül is győztesek. Legyünk, valami láthatatlan áramlás szívünket befutja, akadozva száll még az ének, de már milyen kapast utca. Nincs már teendő, ez maradt, csak ez maradt már menedékül, valami szálló ragyogás kell, valami szántobogás készül. Piros a vér a Pest utcán, eső esik és elveri, mossa a vért, de megmaradnak a Pest utca kövei. Piros a vér a Pesti utcán, munkások ifjak vére folyt. A három szín lobogok mellé terjedek ki gyászlobogót. A három szín lobogok mellé terjedek ki három esküvést. Sírásba legnek tiszta könnyet, s a zsarnokság gyűlöletét, s a fogadalmat. Te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy Pest utcán volt a vér. Sajánpapír zizeg, ajándék, bőszó fontolgat, okoz szánt.
csillagszóló villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Nem érti ez a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger? Miért remegtek a világrendek, egy nép kiáltott, aztán csendbe? De most sokan kérdik, mi történt, ki tett itt csontból húsból törvényt? És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták, ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből, mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a költő, a szamár s a pásztor, az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellek. A csodát most is ők vigyázzák, lehelletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal. Csak nem is szabadt. Vágt a késős olló, mi kezünkből kapt. A fényes sejemből azt a gyűlölt jelet, elégedve vele mindazt, amit jelent. Október vége volt, tündöklő szép napok, de jöttek novemberek, velük az árulók. A jeltelen sírók hősöket rejtenek, kivégeztek riadt, még csak gyermekeket. Nyálból, szolgaságból épült egy palota, hazugság ajtaja, hazugság ablaka. Lakta gyávaság, hű lakájuk sora, midőn összeomlott, egy sem volt alatta. És oly hatalom nőtt, rothadó gyökere, butasság, hitvánság, ősi szövevénye. A nép nevében szól, de csak magára gondol, nincs hová bújdosnak, e megromlott honból. Pongrát Gergely halott, a sok álmos itt maradt, s él a zsarnokságról éhési gondolat. Most csinosítjuk szívünk, várva a remélt jelet, mikor majd október szabadságot jelent. Kopjafák előtt állunk némán, és gondolkodunk, vajon hogyan történhetett, hogy ezen a meleg, októberi napon magyar kéz magyar vért ontott, és sortot győzött egy békés forradalom felett. Vajon az? Az hogyan történhetett, hogy a Kossuth nótára, Szózat szavára fegyver felállhatett, és még ma is kérdőn néznek, válaszokra várnak az égre meredő, tárgyra nyílt üveges szemek. Vajon az hogyan történhetett, hogy több mint 200 sebesült gyötrelme ivódott az anyaföldbe? Rémült fájdalom süvöltött a nyárműsor között, és a zöldet fekete festette vérvörösre. Kopjafák előtt állunk, némán és gondolkodunk. Tudjuk, nem volt hiába a ketté tört létetek. Kegyelet és hála, mit érzünk, annyira csekély, és még mindig nem értjük. Mindez, hogy történhetett. Legyen csend is az álmok, mert...
mert nem haltak hiába. Letarolt erdő fái, úgy fekszenek vigyázba. Föltörte szájuk, némán kiált időtlen esküt. Elvetett maga röbben a csontmesztelen testük. Felhúlt sírjukon mécses, október tűzvirága, a holtak jogán kérdez, választ már mit se várva. Múltunkat elrabolták, a sivárján hallgat, ők élik túl, a holtak, a győztes forradalmat. Kapcsoljátok meg őket, gyerekek!